Bemutatjuk a Mindenki tanköteles című filmsorozatot. A forgatókönyvet Marketa Cinnerová írta. Rendezte Ludwig Rázsa. Anderlik azzal fenyegetőzik, hogy elköltözik az iskolából, ha az igazgatónő még egyszer beengedi Mihályt a kémia terembe. A válófélben levő joglék között elmérgesedik a viszony, ami nagyon rossz hatással van a gyerekekre. Indra az édesanyja pártján áll. Povejsová férjével ellentétben meg van győződve róla, hogy Jitkának tehetsége van a színművészethez. Úgy határoz, hogy a lányát művészeti gimnáziumba iratja. Krügyináéknál már eldőlt, hogy Barcsa fodrász lesz. A szülők idegeit eléggé megviseli a két testvér örökös húzakodása. A lábadozó Lamács ellátogat az iskolába, és örömmel tapasztalja, Mihály a legjobb úton halad, hogy jó tanár legyen belőle. Pepi Krügyinát kerékpározás közben elüti egy autó. Szerencséje van, bordatörésen és kisebb zúzódásokon kívül egyéb baja nem esik. A szaporodó számú balesetek arra ösztönzik az iskolát, hogy megszervezzék a közlekedési ismeretek oktatását. Pepik balesete nem a gépkocsi vezető hibájából következett be, Krügyinová azonban elfogultsággal vádolja Oliva bírót. Jirka nyugtalan természetét tanítónője egyre kevésbé tűri. Olivová türelme is elfogy. Jirka megszökik otthonról. Negyedik rész. Az albérlet. Jirka? 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 Jirka, miért nem válaszolsz, ha szólok? Azt hittem, a kis Jirkát hívod. Nincs sehol. Egyszerűen nem találom. Lehet, hogy lement játszani, nem? Soha nem ment még le szó nélkül a játszótérre. Attól félek, túl szigorú voltam vele. Várj, Helena, majd én megkeresem. Biztosan megint bebújt az ágy alá. Az a kedvenc helye. Jirka? Jirka, mász elő! Látod? Eltűnt a táskája, a hörcsög is. Kabát, cipő, minden. Annyira fölidegesített. Láttad volna, hogy nézett ki a füzete. Kénytelen voltam megbüntetni. Most már én se bírom tovább. Egyik figyelmeztető a másik után. A tanítónő úgy néz rám, mintha én lennék a legrosszabb szülő a világon. Jirka, én félek. Ne butáskodj. Tudod milyen? Ha ő egyszer elhatároz magában valamit, végre is hajtja a saját feje szerint. Édes Istenem, soha nem fogom kiismerni. Gyere, adok neked inni. Így áll, Fülöpke. Így áll szépen. Pisilni nem kell? Mert nekem igen. Tehát magával vitte az iskolatáskáját és az aranyhörcsögöt. Nem túlzás ez, Jirka. Alig egy-két órája. Tudja, mire képes egy gyerek ennyi idő alatt? Légy szíves, ülj le. Tudod, az a helyzet, hogy Jirka elég önfejű. Különösen akkor, ha valamilyen stressz hatás éri. Nem tudni, hogy reagál. Értem. És most ilyesmi történt? Jirka nagyon ragaszkodik az anyjához, és azt tekinti a legnagyobb büntetésnek, ha... Szomorkodni látja. Ez történt? Igen. Nagyon megsértődött. Ez volt az első eset, hogy majdnem... Máskor is megszökött már?
Igen, de akkor még nagyon kicsi volt. Akkor éppen nem volt velünk, és vissza akart jönni. Jirka. Jirka. Menjünk be, jó? Gyertek. Hát te hogy nézel ki? Hogy jutott eszedbe elszökni? És mitől vagy ilyen piszkos? Jirka, hol voltál? Mit mutogatsz? Ide figyelj, Jirka. Ha egy ekkora fiú ilyesmire szánja rá magát, mint amit most te csináltál, akkor vállalja a felelősséget is, nem? A padláson voltál? És miért, Jirka? Mert nem tudom jobban megcsinálni. Mit nem tudsz megcsinálni? A leckét. Én rendetlen vagyok. És hol kerestetek? Mindenhol, Jirka. A szekrényben, a téren, a parton. Mindenhol. De azért szerettek engem. Miért ne szeretnénk? Azért, mert én mindig nagyon rossz vagyok. Hát ez igaz. Ide figyelj, Jirka. Ha még egyszer megszöksz, többé ne kerülj a szemem elé. Megértetted, rossz csont? Akkor jó. Jó éjszakát, te. Te kis csavargó. Jó éjszakát, anyuci. Jó éjszakát, és aludjatok. Késő van. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. A bíróság ítéletet hirdet. A köztársaság nevében. A Liberci járásbíróság dr. Jirzsi Oliva elnökből, valamint Viera Fridlova és Antonin Volenc bírákból álló tanácsa a Maria Joklova felperes által Richard Jokl alperes ellen benyújtott a felek házasságának felbontása iránti keresete ügyében a következő ítéletet hozta. A felek 1964. június 26-án a Liberci Városi Tanács anyakönyvvezetője által megkötött házasságát felbontja. A házasságból született Jindrzsich és Jolána nevű kiskorú gyermekek a bíróság döntése alapján az anyánál nyernek elhelyezést. Az ítélet meghozatalát követően az édesapa köteles a gyermekek eltartásához hozzájárulni. Mi az, versenyre készülsz? Dehogy készülök. Jó napot. A versenyzést már a főiskolán abba hagytam. Csak a kondi miatt. Te nem mentél a kirándulásra? Milyen kirándulásra? Jana fölvitte az osztályomat a hegyekbe. Gondoltam, segítesz neki. Egyedül nehezen boldogul velünk. Biztosan arra gondol, hogy szakítottunk. Ha? Így is van. Komolyan. Jó napot, tanár úr. Szervusz, Marko. Szervusztok. Neked adom, présed le. Folyton bele akar szólni a nevelési elveimbe. Annak ellenére, hogy a pedagógiai képzettsége minimális. Összetévesztik egy nyolcadikossal, és ő akarja megmondani, hogy mit csináljak. Persze neki könnyű, nem tanít. Csak játszik a gyerekekkel. Na és hogy akart beleavatkozni a pedagógiai elveikbe? Hát elmondtam neki, hogy mellé beszélek a gyerekeknek. Méghozzá éppen a maga osztályában, a kémia helyettesítésen. Azt mondta, hogy ne próbáljak ügyeskedni. Vajon be bátran, ha valamit nem tudok. Képzelj el, mit műveltek volna velem a srácok, ha eléjük állok ezzel. Mihály, nekem évekbe tellett, amíg rájöttem, hogy a gyerekeket soha nem szabad becsapni. Nyugodtan be lehet, sőt, be is kell vallani nekik az igazat, ha valamit nem tudunk.
Ezzel nem veszítesz a tekintélyedből. Te is csak ember vagy, nem élő lexikon. Nem csak ismereteket kell átadnod, neveled is őket. Azáltal is neveled őket, hogy beismered, ha valamihez nem értesz. Persze vannak olyan emberek, akik ebből presztízs kérdést csinálnak, akik képtelenek beismerni, hogy nincs igazuk. Volt nálunk egy tanárnő, aki akkor vitatkozott a legjobban, ha nem volt igaza. Megpróbáltam a lelkére beszélni, de hiába. Azt mondta, hogy ha a gyerekek előtt be kellene ismernie, hogy nincs igaza, belebolondulnak. Gyöngék voltak az idegei. Már nem is tanít. De hogy visszatérjek a nevelési elveidre. Én Janával értek egyet. A másik dolog pedig, amit még meg akartam mondani, nagyon helytelennek tartom, hogy hagytad egyedül elmenni a hegyekbe. Ha nem szeretnélek annyira, azt mondanám, nagy disznó vagy. És ez így is van. Hát, akkor én futok is tovább. És örülök, hogy találkoztunk. Nagyon köszönöm. Nagyon szimpatikus ember. Igen. Igazán is. Behozom a papírokat. Viszontlátásra. Valami baj van? Tulajdonképpen nincs. Csak amikor véget ér egy per, mindig olyan furcsán érzem magam. Nem is tudom. Valahogy nem értem. Két ember szereti egymást. Évekig együtt élnek. Aztán egyszer csak elpattam valami, fölborul a rend. És minden, ami addig volt, érvényét veszíti. Ilyen egyszerű volna kitörölni néhány évet az életből. Lehetséges ez egyáltalán? Azért nem érti, mert csak elképzelései vannak a házasságról. Tessék. Parancsolj. Köszönöm. Nem szeretem a vállópereket. Nem megy ez nekem. Amikor ítéletet hirdetek, mindig úgy érzem, elrontottam valamit. Ne haragudjon, hogy ennyit alkalmatlankodtam. Tulajdonképpen az elnök küldött. Azt mondta, a családjogi ügyeket maga csinálja a legjobban. Már most megígérhetem magának, Olga, a férjhez megy. Én nem választom el a férjétől. Szia. Utánatok akartam menni, de senki nem tudta megmondani, hogy hol vagytok. Sajnos közben a város összes virágüzlete bezárt, úgyhogy kénytelen voltam kirámolni egy kertet. Tessék. Na gyere! Jaj, de fáradt vagyok. Azt elhiszem, te várj, majd én viszem. Ó, hagyd, nem nehéz. Ugyan, hát add ide, majd én viszem. Láttad volna Janát. Olyan ideges volt, hogy alig bírt magával. Mitől? Barcsa szerint azért, mert a karfiol nem jött el. Aha. Szevasztok, lányok! Szia, apu! Fú, de rémes napom volt. Fú, összedőlt a berendezésünk. Gabinának meg kificamodott a lába. Én is nemrég jöttem haza, kirándulni voltunk. Viszem a vacsorádat. Úgy ki vagyok, mint a liba. Az előadás felét egyedül csináltam végig. Mami, szerinted miért macerál engem folyton a kecsemis? Fogalmam sincs, ki az a kecsemis. Egy fiú az osztályból, Simecseknek hívják. De mi fordítva mondjuk. Ke? Cse? Mis. Te buta vagy. Azt is mondjuk neki, hogy Rómeó. Mert a keresztneve Román, érted? Minden lány bele van esve az osztályban. Evzsa már 6. óta. Ne viccelj. Szerintem tetszel neki. Nem lehet igaz. Ha most látnának bennünket a fiúk, mit szólnának? Nem érdekel, ez a mi rejtek helyünk. Engem nem izgatnak, fügyülök rájuk.
Akkor jó, tőlem is elmehetnek a fenébe. Hitka, mi van? Esküdj meg, hogy egy fiú miatt se áruljuk el egymást soha. Minket nem húznak be a csőbe, lehetetlen alakok. Hazudoznak, verekszenek, nem szeretnek tanulni, és hűtlen kutya. Mind hülye? Így van. Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a legjobb barátnők a világon. Véssük be egy fába. Jó ötlet. Mondjuk ebbe. Ez nem jó, nekem nem tetszik. Akkor abba. Ez se jó, csúnya. Azt nézd meg. Ebbe véssük bele, ez lesz a mi fánk. Jaj, de gyönyörű. Barcsa, mondd meg becsület szavadra. Tetszik valamelyik fiú? Nem. De ha mégis, melyiket választanád? Mondjuk Rindrát. Az helyes, nem? Ne viccelj, az egy őrült nagy szélhámos. De mit szólnál például Olivához? Az nekem jobban tetszik. Még Kecsemisnél is. Oliva? Én nem vagyok oda érte. Semmi különös. Ahhoz képest, hogy nem érdekelnek bennünket, elég sokat beszélünk róluk. Terka! Szia! Szevasz! Szevasz! Vojta hol van? Most teszi fel a talapzatra a szobrot a fiúkkal. Képzeld, tegnap majdnem rázuhant. Én nem értem, miért töri magát ennyire. Nem akarok én özvegy maradni. Már megint maragsz. Igen, mindenem felhúzom magam. De most örülök, mert lecsaptak a kezéről egy megrendelést. Túl sokat dolgozik. Mindenre gondol, csak magára nem. Az sem érdekli, ha beledöglik. Te is sokat idegeskedsz. A fene se gondolta volna. Neked mi bajod? Kicsúszott a kezemből a lányom. Ezek Brunóba mennek. Holnap viszem le őket. A kintieket láttad? Elfordult tőlem, csak az anyjára hallgat. Ugyan menj már. Egyszerű érzelmi hullámzás. Emlékszel, mi is mindig hol az egyiket, hol a másikat szerettük. Nagyon szép. Mutasd csak. Óvatosan. Nehogy elroncsd. Egész éjjel ezzel kínlottam. Nézd csak, a lába is mozog. Ez egyébként a korral jár. Ha kezdenek titkaik lenni, az anyjuk felé fordulnak. Milyen titkaik? Milyen titkaik? Egyszerű, szép. Ártatlan kis titkok. Hogy melyik fiú a leghelyesebb, meg ilyesmi. Én hálás vagyok anyának, hogy mindig meghallgatott. Ilyen időskorban ő volt a legjobb barátnőm. Nincsen ebben semmi rendkívüli. Tudod? Látod?
Itt keresztirányú forgalom van, sehova sem tehetjük ki a behajtani tilos jelzést. Na, milyen táblát tehetünk ide? Például a kerékpárral behajtani tilost. Helyes. A szemben lévő sarkon pedig ott állhat mondjuk a jobbra fordulni tilos. Én ide tennék egy stop táblát. Nagyon jó. A legbiztonságosabb az lenne, ha egy jelzőlámpát állítanánk ide. Igen, de az egy kicsit drágább. No, hogy haladtok? Szia! Szevasz! Te még maradsz? Igen, gyere csak! Most csináljuk a táblákat. Nagyon jó kis versenyt találtam ki. A gyerekeket két csoportra osztjuk, és a csapatok feladatokat adnak egymásnak. Már egészen jól ismerik a közlekedési táblákat. Mit szólsz hozzá? Örülök neki. Ezek szerint nem jössz haza. Még nem. Indra, gyere csak! Képzeld, ő a mi villanyszerelőnk. Még fényjelzéseket is tudunk majd adni, igaz? Hát persze. Tudtam én, hogy ezermester vagy. Csak a matek nem megy a fejembe. Mert nem szeretsz tanulni. Azért mindig kitalálok valamit, de csak olyasmit, aminek haszna is van. Ő az én legjobb segítőm. Na szaladj! A nyolcadikosok szervezik meg a kicsik roller versenyét. Kint tartjuk a parkban. Te is jöhetnél segíteni. Ahogyan ismerlek, beszervezed az egész várost. Jaj, képzeld! Találtam albérletet. Minek az nekem? Hogy? Hát megbeszéltük, nem? Jobb, mint a kollégium. Várj csak egy pillanatot. Ezt te mondod. Én jól érzem ott magam. Van, hol kimosnom az ingemet, akkor főzök teát, amikor akarok. Saját lakosztályom van, ahol végig javíthatom a dolgozatokat. Még verset is írhatok hozzád. Legalább nézd meg, a kedvemért. A nagyanyám írtó rendes, és az ablak a hegyekre néz. Hát akkor további jó munkát. Ne felejtsetek ki egy táblát se. És ha mégis akadna egy pár percet számomra, szeretettel várlak a koleszban. Vigyázz, összekened a ruhád. Nagyon szépen haladtok. Ő volt Mihály Kárfik. Majd legközelebb bemutatom. Elég félelmetes látvány. Babafejek a póznán. A bábszínház rendelte. Még nem száradtok meg. Új módszert kísérleteztem ki. Tetszik? Aliz azt akarja, hogy Itka végezze el a színművészetit. A gyerekes magamutogatását és komédiázását. Színészi tehetségnek véli, de én ebben nem hiszek. Ha legalább valami komoly érdeklődést mutatna. De nem. Ali szinte beleszugerálja. Pedig itt csak a külsőségek érdeklik. Ha én mondok neki valamit, arra rá se bakózik. Honnan tudod, hogy nincs hozzá tehetsége? Szerintem nem reménytelen eset. Terka, te is nagyon jól tudod, hogy mennyit kell küszködni, még ha jól csinálja is az ember. Meddig kínlódott a férjed? Rólad nem is beszélve, amíg befutottatok. Éjjel-nappal dolgozol. Három gyereked van. Csupa ránca homlokod. Na és? Baj az? Itkában nincs ennyi kitartás. Te gyerekkorod óta megszállott vagy. Emlékszel, ha kezedbe került egy tű meg egy darab rongy, rögtön nekiestél. Itka olyan, mint a szeszélyes április. Képtelen úgy megtanulni egy verset, ahogy le van írva. Nem tudnál egy kicsit a lelkére beszélni? Téged szeret. Hát,
hozd el egyszer. Mondd meg, hogy varrok neki egy blúzt. Hát te mit keresel itt? Jaj, Istenem, Bohus! Akadt egy kis fusi munkám. Tudod, hogy van az? Ez igazgatónő a plafonon van. Azt mondja, hogy a nyáron rendbe hozták az öltözőket, de nagy gazemberek voltak. Jól kibabráltak vele, mert a villanyszerelést már nem fejezték be. Nem rossz, mi? Nézd meg! Gyere! Érdemes, gyere! Na, mit szólsz hozzá? Olyan a világítás, mint egy kriptában. Engem nem érdekel, hogy ezek itt mit baltáztak el. Az viszont igen, hogy te már legalább 3 napja be sem dugtad az orrot. Nem mondjad már, Bohus, én minden persze, nap... délután pofa vizitre, de dolgozni azt nem... Bohus! Különben is, főnök úr. Ez nem fusi meló, nekem szerződésem van az igazgatósággal. Ha akarod, holnapra behozom. Gondolj azokra a szerencsétlen gyerekekre, akik összetörik magukat ebben a kriptában. Egyre korábban sötétedik. Te meg jössz itt nekem a műhelyjel? Csak hogy mi ott a műhelyben nem tudjuk tartani a határidőket, te miattad. Persze, majd ráhajtunk, mi? Erre bazírozol. Egész szombat, vasárnap bent voltunk, és úgy göriztük, mint az állat. Mindent bepótolok. Ja. Bohus, tudok én dolgozni. Ismersz engem. Téged persze nem érdekel. A te lányaid már nagyok. De az én gyerekeim ebbe az iskolába járnak. Én nem mondhatom, hogy... Nem csinálom meg. Barcsa, most végez. Értesz engem? Amit elkezdtél, fejezd be, kösz. De csak munkaidő után. Mi? És reggel 7-kor legyél bent. Ezt a 3 napot, amit ellógtál, levonom a szabadságodból. A jó életbe. Te hiéna! Na, megtalálta? Igen. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A kollégája is segíteni fog? Igen, persze. Ja, nem, dehogy is. Hogy talált rám? Fölhívta a feleségét, ő mondta meg, hogy itt van. Aha, ez jellemző. Most mit bögsz? Minden hülyeségért megvert bennünket. Mindig ideges volt. Indrának igaza van. Ezentúl sokkal jobb dolgunk lesz. Akkor kapcsoljátok be a magnót, amikor akarjátok. Elvitte az összes kazettát. Ezt ne küldjük el neki. Minek? Ami kellett neki, elvitte. Dobjuk ki. Várj csak. Nem akarod hordani? Dehogy akarom. Anyuci... Ugye te megengedett, hogy sokáig nézzük a tévét, hogyha valami jó filmet... Csak a gyereknek is való. De annyi jó könyved van. Elalvás előtt olvashatsz is. Anyu, berakhatom ide a holmimat? Hát persze. Hű, de klassz. Anyuci, az a szekrény, ami eddig közös volt Indrával, most csak az enyém lesz. Hát persze, csak a tiéd. Köszi. És csinálsz valami finomságot vacsorára? Hát, ha megmondod, mit szeretnél... Palacsintát. Palacsintát? Inkább lángost. Palacsintát. Nem, krumplis lángost. Nekem palacsintát. Mindegy. Palacsintát. Krumplis lángost. Palacsintát. Krumplis lángost lesz és kész. Na jó. Én megyek krumplit hámozni. Akkor is én győztem. Majd én. Halló? Szervusz. Ne, nem. Most nem lehet. Nem lehet. Túl korai még.
sok lenne egyszerre. Nem sokára. Várjunk még vele egy kicsit. Éppen vacsorához készülődünk. Kösz, szia! Szóval csináljunk magunknak rántottát. Jindra, én csak... Jindra, te már komoly nagyfiú vagy. És nem is tudom, hogy mondjam el. És nagyon jól tudod, hogy csak ti vagytok a fontosak. De nekem is lehet. Na jó. Tulajdonképpen nem is olyan fontos. Nagyon szereted? Hát nem is tudom. Nagyon tetszeni akarsz neki? Na nézzük azt a krumplis lángost. Jolánka! Készen vagy? Igen. Mutasd nekem valamit, amivel mi ketten nem birkózunk meg. A most jut eszembe. A jelentkezési lapot beadtad már? Persze, Karfiol segített. Akkor jó, kiment a fejemből. Ő helyettesítette Lámát. Jól van, örülök neki. Csak nincs valami baj? Nem, semmi. Leteremtett egy kicsit. Miért? Szabályos szerződést kötöttünk magával. Hát persze. Máma, kérem, fusizik boldog, boldogtalan, de rólam, aki értek is hozzá, Isten tudja, mit képzelnek. Az emberi irigység. És még adót is fizetek. Azt hiszem, mi rendesen megfizetjük magát, Rügyina úr. És szabályos megállapodást kötöttük. Tudom én azt. Nincs nekem semmi bajom. Megcsináltam volna én olcsóbban is. Akár ingyen is. Végül is a gyerekekért teszem. Így van. A sajátjaimért is. Mi nagyra értékeljük az ön munkáját. Na, és ha nehézségei támadnának ezzel kapcsolatban, akkor forduljon hozzám, vagy küldje be az illetőt. Jó, jó. Mégiscsak tűrhetetlen, hogy az iskola érdekei mindig háttérbe szoruljanak. A szentségit, de megrázol. Megütötte az áram? Semmi, ne féltsen engem. Annyi ütést kaptam én már az életemben, hogy attól akár dilis is lehetnék. Szakmai ártalom, tetszik tudni, igen. És maguk? Maguknál is vannak ilyen szakmai ártalmak? Arra célosz, hogy mi is dilisek vagyunk? Hát, hallottam már ilyen véleményt. Nem úgy értettem. Arra gondoltam, hogy maguknál is előfordulnak ilyen szakmai ártalmak. Nem is ritkán. Mindenféle epebaj, gyomorfekély, hangszálgyulladás, idegbetegség. De ez magára nem vonatkozik. Maga vasból van. Csöndesen, gyerekek! A többi osztályban még tanítás folyik. Ne zavarjuk őket. Csak halkan. Ne löptösődjetek! Így mi. Szépen halkan. Húszig kibírtam. Megbírtál ki, Húszi? Mindig versenyzünk klubossal, hogy kibírja tovább a víz alatt. Bírtam volna 50-ig is, és akkor én nyertem volna meg a versenyt. De lubos megcsiklandozta a hasamat, és följöttem. Én biztosan megpofosztam volna. Én is azt csináltam, ne félj. Anyu meg összeszidott bennünket, hogy úszik a fürdőszoba. Lubosnak föl kellett örülni az egészet. Oliva! Lenka! Mit csináltok? Lenka, akarsz egy fúvócsőre? Nagyon klassz. Hé!
Oliva, ez már mindennek a teteje. Légy szíves, add ide. Az ellenőrződet is kérem. Egyetlen pillanatra se hagyd fekem békét. Szedd össze a holmidat. Tudod, mit csinált? Majdnem kilőtte a szemem egy galacsinnak. Nézd meg, kiborította a táskáját. Hát én ezt nem tudom tovább. Az én türelmemnek is van határa. Egyszerűen képtelenség elvisel, nem tudom. Most megint beírtak az ellenőrzőmbe. Neked nem? Nekem nem. Még az a jó. Igaz, hogy fúvót csöveztem, de nem őt akartam eltalálni. Lenka, mindjárt jövök. Fölviszem a táskámat, aztán én kísérlek téged haza, akarod? Igen. Jaj, de aranyosak ezek a kis kutyák. Milyen picikék? Nekem anyukám még nem engedik meg, hogy kis kutyám legyen. Mennem kell, szervusztok gyerekek. Csókolom. Szervusztok. Add ide a táskád. Eljössz hozzánk? Fúvócső helyett. Kösz. Gyere fel egy kicsit. Jó. Szia, nagymama. Szervusztok, ne gyertek beírni szépen. Ti osztálytársak vagytok? Igen, ő mellettem. Hogy hívják? Jirka, Oliva. Aha. És szereted az iskolát, Jirka? Én nagyon. De hol ecsek, ha verekszik, így meg tud csíp. Ne mondd komolyan. Na mutasd meg nekem is. Tű, ez tényleg fáj? Tegnap is megcsípett, tessék megnézni. Jaj, hát ez borzasztó, csupa kék a hátad. Nagyon csúnya dolog verekedni. Oliva is szokott verekedni. A tanítónéni azt mondta, olyan rossz, mint Babinski, te ismerted? No, vedd le a cipődet, és ott a papucs, bújj bele. Tegyétek oda a cipőtöket, és gyertek bejátszani. Babinski híres rablóvezér volt, de aztán elfogták. Na, gyertek be. Én nem tudom, mit csinálok vele. Na és hogy megy a tanulás, Jirka? Már töltőtollal írsz? Igen, hétfő óta. Ő volt a legutolsó az osztályban. Na és utolsónak is lenni kell valakinek. Leszel te még első is, ugye, Jirka? Elsőnek Karolinka írt tollal. Azért, mert ő a legügyesebb. De már kezdem utolérni én is, ugye? Szerintem is. Ma a tanítónéni megnézte a füzeteket, virágot is adott. De én nem kaptam. Én két virágot kaptam. Ugyan, Jirka. Csak nem búsulsz. Majd a második fél évben bepótolod, meglátod. Ne is törődj vele. Hát remélem. De eddig még nem kaptam virágot. Az utolsó óra után beírtak az ellenőrzőmbe. Anyukám nagyon fog haragudni. Már majdnem betélt az ellenőrzőm. Tudjátok mit? Csinálok valami finomat vacsorára.
Mit szólnátok mondjuk a csokoládés palacsintához? Jaj, de jó! Azt szeretem! Nagyszerű! Addig játszunk a kockával, jó? Uh-huh. Építsünk egy várat! Jirka készített egy eszközt, egy úgynevezett fúvócsövet, amellyel papírgalacsinokat lövöldöz rám, hogy nevetségessé tegyen osztálytársai előtt. Hajszka. Hát ez igen. Ez valóságos irodalmi alkotás. Helena. A tanárok mindig eltúlozzák a dolgot. Nekem is beírtak annak idején egy párszor. Várcsak, hogy is volt. Ki akarta lökni osztálytársát az ablakon? Pedig egyszerűen csak birkóztunk az ablaknál. Ő se gondolta komolyan, hogy ki akarom lökni a harmadik emeleti ablakból. De a fúvóka valóban létezik. Itthon is használja. Nézz a mennyezetre. Rágógumiból van a történy. Csak ledobta a táskáját, meg se várt. Nem is tudod, hol van? Megvárom, míg előkerül, aztán majd beszélek a fejével. Jirka. Hmm? Ugye nem bántad meg, hogy örökbe fogadtuk? Nem. Akartad őt is. Én szeretem. Én nagyon örülök neki, hogy a mi nevünket viseli. Tessék, Oliva! Á, jó napot kívánok! Igen, értem, köszönöm. És rendesen viselkedik? Nagyszerű, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Állj csak meg! Mi az? Oda néz. Ismered? Hát, hogy ne. Ő a porszem Hajszka tanítónéni példásan szervezett fogaskerékrendszerében. Hallanád, hogy beszél róla? Legszívesebben a Holdon látná, de legalábbis a korrekciós osztályban. Jirka! Jirka! Gyere! Jó napot, tanár úr! Szia! Szevasz! Nem félsz, hogy megfázol kabát nélkül? Hová mész? Haza. Fogd meg egy pillanatra. Gyere, bújj az ernyő alá, haza kísérünk. Teljesen átáztál. Nagyon hideg van. Brrr, itt a tél. Hova szaladsz? Én már itthon vagyok. Komolyan? Akkor majdnem szomszédok vagyunk. Szevasz, Jirka. El se búcsúzol. Viszont látásra. Szia. Olyan hideg vagy, mint egy jégcsap. Látod, a tanári hivatás tele van áldozatokkal. Így van. Vedd át az esernyőt, jó? Még azt is. Segítek fölvinni a holmidat. Hm? Hát, nem bánom. De nincs itthon a mamám. Hát nem baj. Sőt, annál jobb. Na, gyere. Hozzak neked egy limonádét? Igen, kérek. Akkor mindjárt visszajövök. Rendben. Hozok poharat is. Előbb csinálok zenét, jó? Itt egy bögre. Csak kis poharunk van, abba semmi se fér. Köszönöm. Tessék. Kekszet nem kérsz? Nem. Hozhatok almát is. Inkább kenek egy kenyeret. Jana,
Légy szíves, hagyd abba a futkározást is. Gyere ide, jó? Lehalkítom a zenét. A szomszédban van egy kisgyerek. Elmehetnénk már megnézni azt a szobát. A nagymama úgy örülne. Zavarna, ha a nagymamámnál laknál? Ugyan, de hogy szó sincs róla. Ne mondd, látom rajtad. Azt hiszed, hogy lakat alatt tartanálak. Így is van. Jana, kiméld meg a nagymamádat. Biztos vagyok benne, hogy zavarnám. Egy csomó kollégiumi rossz szokásom van. Lefekszem az ágyra a ruhástól. Fölrakom a lábam az asztalra, meg ilyesmi. Annak tényleg nem örülne, de nem járkálna be a szobádba, úgyhogy ez nem kifogás. Jana, én a kollégiumban nagyon jól érzem magam. Rendes vagy, köszönöm. Sajnálom, de el kell mennem. Késő van. Még ki kell javítanom egy csomó dolgozatot. Na. Kösz. Hűha, csupa víz a kabátod. Nem számít. Odaadjam az esernyőmet? Á, dehogy. Hát, szia. Szia. Szevasz, Hajka! Szia! Ide jöhetek dolgozatot javítani? Hát persze, gyere! Köszönöm. Milyen dolgozatok? Fizika és matek. Egyik rosszabb, mint a másik. Kérsz egy kávét? Nagyon drága vagy, igen, köszönöm. Hát ez tiszta őrület, nem tudom. Add ide, a matekot kijavítom neked. Remélem, még emlékszem rá. Múlt, biztosan. Tessék. Kösz. Írtó rendes tőled, kösz. Bemutattuk a Mindenki tanköteles című filmsorozat negyedik részét.
Írta Markéta Cinnerová. Magyar hangok. Rátóti Zoltán, Simorjai Emese, Juhász Jácint, Menszátor Magdolna, Bolba Tamás, Alapi Gergő, Varga T. József, Andai Györgyi, Várajai Alexandra, Szombati Gyula, Földesi Margit, Somlai Edina, Petrik Péter, Dobránszki Zoltán, Pásztor Erzsi, Szendrei Feri, Paciga Mónika, Dallos Szilvia, Till Attila, Nárai Teri, Kovács Zsuzsa, Balog Emese, Balog Erika, Málnai Zsuzsa, Balázsi Gyula, Forgács Péter, Fülöp Zsigmond. Magyar szöveg Kléner Gizella, hangmérnök Morasi László, rendezőasszisztens Kis Lajos, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zene Petr Hapka. Fényképezte József Pávek. Rendezte Ludwig Rázsák.